Egyik szélsőségből a másikba csapált időjárásunk, hiszen a háromnapos hőséget ma heves zivatarok törték meg, amelyek a Dunántúlon alakultak ki, és kelet-észak-keleti irányban tovább mozogva szinte gyorsvonati sebességgel robogtak tovább. A pillanatok alatt kitört viharokat néhol özönvízszerű eső és nagyobb méretű jég is kísérte. Hiába országszerte korábban kiszáradt a talaj, ennek ellenére ezt a rendkívüli vízmennyiséget mégis képtelen volt elnyelni sok helyen. A legnagyobb károkat azonban minden kétséget kizáróan az orkán erejű szél okozta az országban. Hú, hiába írunk 2050-et, az időjárás mégis beleszól az élőadás varázsába, a viharok hatása még most is érződik. Köszöntöm a kedves nézőket! Még jó, hogy keveri a ventilátor a levegőt itt bent a stúdióban, különben elviselhetetlenül meleg lesz, és ez a meleg periódus a következő napokban folytatódik, tehát a viharok csak tiszavirág életűen enyhítették a nagy meleget. A műhold felvételen láthatják ezeknek pályáját, amelyek a Dunántúlon alakultak ki, és észak-kelet felé mozdultak tovább a mai nap során. Az zivatarokat egyértelműen a károkozó szél miatt fogjuk hosszú ideig emlegetni, hiszen a zivatarokat bizony úgynevezett légzuhatagok kísérték, amelyek azt jelentik, hogy szinte zsákszerűen robbannak ki az zivatar felhőkből az orkán erejű széllökések, és ezek a talajon szétterülve bizony még tovább fokozódik pusztító hatásuk. Ezt tapasztalhattuk meg ma is a Dunántúl több pontján, például a Balaton környékén. Azonban ezek a zivatarok lassan észak-kelet felé elhagyják az országot. Kezdetben az éjszaka első felében még kialakulhat itt-ott az északi középhegység vidékén a zivatar, majd hajnalban már mindenütt lecsendesedik az idő, és általában derült idő alakul ki. A legalacsonyabb hőmérséklet viszont általában 20 fok felett alakul, sőt a nagyobb városokban egyáltalán nem fogunk felfrissülést tapasztalni, hiszen például Budapest belvárosában 28-29 foknál nem is lesz enyhébb az éjszaka, de a Balaton partján is hasonlóan meleg éjszaka előtt állunk. Aztán holnap napközben a sok és tikkasztó napsütés hatására ismét robbanásszerűen emelkedik a hőmérséklet. A jellemző országos csúcsérték 40 fok körül alakul, sőt az Alföld déli részén, ami egyébként az ország legmelegebb része, akár 42 fokot is mérhetünk, tehát rekord közelében alakul ismét a hőmérséklet csúcsértéke. A délnyugati szél csak itt-ott hozhat átmeneti felfrissülést a legmelegebb órákban. Ez a tendencia pedig tovább folytatódik méghozzá egészen péntekig, gyakorlatilag az időjárás nem is változik meg, csapadéknak gyakorlatilag nincs esélye az ország területén. Zavartalanul napos idő várható ebben a négy napban, és péntekre mindenütt az országban a hegyvidéki területeket kivéve 40 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, és éjszakánként is nagyon meleg lesz. Tehát akik tehetik, azok mozduljanak ki, és menjenek minél magasabbra, vagy vízparton töltsék az elkövetkező napokat. Kedves nézők, ezekkel a hírekkel búcsúzom, és köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra! Még csak 2018-ban járunk, de az iménthez hasonló tartalmú előrejelzések akár mindennapossá válhatnak 2050-re az éghajlatváltozás miatt. A változó klíma a legnyilvánvalóbb tünete a hőmérséklet emelkedés. A földi középhőmérséklet ma több mint egy fokkal magasabb, mint a 19. század végén volt. A melegedés nem egyenletes a bolygón. Az északi félteke magasabb szélességei és a sarkvidék tágabb környezete melegszik a legjobban. A tudományos eredmények alapján szinte teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy a 20. század közepe óta megfigyelt felmelegedés fő oka az emberi tevékenység. A természetesen is előforduló üvegházhatású gázok mennyisége nő a légkörben, ami fokozza az üvegházhatást, és ez melegedést okoz. A fosszilis tüzelőanyagok égetése, az ipari folyamatok, az erdőirtás és az állattenyésztés, hogy csak néhány példát említsünk, egyre nagyobb hatást gyakorolnak az éghajlatra és a föld átlag hőmérsékletére. Melegszenek az óceánok is, s ez a hőtágulás miatt emelkedő tengerszinthez vezet, ami veszélyezteti a tengerparti régiókban élőket. Az óceánok nyelik el az emberi széndioxid kibocsátás egyharmadát, ennek azonban nagy ára van ökológiai szempontból, ugyanis az óceánok savasabbá válnak. Az északi sark éksapkája zsugorodik, a gleccserek jellemzően olvadnak és világszerte veszítenek a tömegükből. Az antarktiszi tengeri jégkiterjedés is az egyik legkisebb volt 2017-ben. Távolinak tűnnek ugyan a sarkvidéki változások, de ezek hatással lesznek a világ minden pontjára. Van olyan hatás, ami mindenkit érint, a szélsőséges időjárási helyzetek gyakoribbá válása. A biztosítók adatai szerint a szélsőséges időjárás hatalmas károkat okoz világszerte.
A melegedéssel együtt a fokozódó párolgás miatt egyes régiókban özönvízszerű esőzések, máshol pedig komoly aszályok, erdőtüzek pusztítanak. A hőséggel összefüggő többlethalálozás általános kockázata 1980 óta folyamatosan emelkedik. A szárazság és vízhiány ellehetetleníti az életkörülményeket számos régiókban, és konfliktusok kialakulásához vezet. 2016-ban 23,5 millió ember kényszerült elhagyni a lakóhelyét időjárási katasztrófák miatt. A nagyvárosok befolyásolják az éghajlatot a hatalmas mennyiségű üvegházhatású gáz és szennyezőanyag kibocsátásukkal. A klímaváltozás kedvezőtlen hatásai, mint például a komoly hőhullámok vagy a szmogos helyzetek a városokban fokozottan jelentkeznek. Régiónk a földi átlagnál jobban melegszik. Az éves középhőmérsékletek időbeli és a 10 éves átlagok térbeli alakulása is jelzi az eltolódást a melegebb klíma felé. Minden évszakban, de leginkább nyáron emelkedett a hőmérséklet, gyakrabban lépnek fel komoly, tartós hőhullámok, amik rendszerint aszállyal párosulnak. A tavaszi hónapok melegedése a tenyész időszak korábbi beköszöntével jár, ez azonban hátrányos is lehet, ugyanis az időről időre fellépő késő tavaszi fagyok fejlettebb állapotban érik az arra érzékeny növénykultúrákat, és esetenként nagyobb lehet a fagykár. A téli melegedéssel csökkent a fagyos napok száma, ritkábban hullik hó, a tapadó havas, ónos esős helyzetek viszont visszatérő eseményé váltak. Fokozódott a csapadék szélsőséges jellege térségünkben. Nőtt az aszályhajlam, de bőcsapadékú évek is előfordultak az utóbbi években. Gyakoribbá váltak a heves időjárási események, amik özönvízszerű esőzéssel, erős széllökésekkel, villámlással, esetenként jégesővel járnak, és villámárvizet váltanak ki. Hogyan változik az éghajlat az elkövetkezendő évtizedekben? Erre a kérdésre a klímamodellek képesek tudományosan megalapozott választ adni. Ezek olyan számítógépes programok, amelyekkel a földi rendszer valamely kényszer hatására bekövetkező változását szimulálják. Ahogy már említettük, a jelenleg zajló éghajlatváltozásért döntő mértékben felelős az emberi tevékenység, melynek jövőbeli alakulása azonban nagy bizonytalansággal terhet. Ezért több, különböző feltételezések mentén megalkotott forgatókönyv létezik az emberi cselekvés jövőbeli változásának leírására. Az éghajlatváltozásról akkor kaphatunk objektív információt, ha a különböző forgatókönyvekkel és modellekkel elvégzett szimulációk eredményét együttesen értékeljük. A modellszimulációk alapján hazánk átlag hőmérséklete bizonyosan növekedni fog a jövőben, a század közepére várhatóan 1-2 fokkal. Az egyes évszakok közül leginkább a nyár melegszik, felülmúlva az éves változás mértékét. Az éghajlatváltozás azonban nem csak az átlagok eltolódásában jelentkezik, ez ugyanis maga után vonja bizonyos hőmérsékleti értékek gyakoribbá válását és új rekordok jelentkezését. A 25 fokot meghaladó napi maximum hőmérsékletű nyári napok száma a vizsgált modell eredmények kétharmada szerint több, mint 10 nappal is növekedhet a század közepére, sőt az ország keleti területein kétszerekkora, 20 napot meghaladó változást jelez a modellek többsége. A magyarországi csapadékváltozás tekintetében a modellek kevésbé értenek egyet. Nem csak a változás mértéke bizonytalan, de a különböző modellek ritkábban jeleznek azonos irányú változásokat. Ez azzal indokolható, hogy hazánk a csapadékosabbá váló észak-európai, valamint a szárazabbá váló dél-európai területek határán fekszik, és a választóvonal helye az egyes modellekben némileg eltér. Az OMSZ modell eredményei alapján a 21. század első felében nyaraink várhatóan szárazabbá válnak, míg a többi évszakban inkább növekvő csapadékmennyiségre számíthatunk. Ezek a változások a napi csapadékosságot tekintve szemléletesebbé válnak. Az ország nagyobb részén tavasszal és nyáron a modellek többsége szerint a hosszantartó csapadékmentes időszakok még hosszabbak lesznek, míg ősszel és télen a gyakoribb csapadék hullás következtében rövidebb száraz időszakok várhatók. Emellett különösen nyáron és ősszel az intenzív, heves esőzések előfordulása növekszik. Végső soron van választásunk. A lehető leghamarabb át kellene állítani az energiatermelést a nem szén alapú energiaforrásokra, melyeknek kisebbek a környezeti hatásai. Energiatakarékos, környezetkímélő fogyasztási kultúra kialakításával az egyének is tehetnek a klíma megóvásáért.
A kibocsátás mérsékléssel párhuzamosan fel kell készülni a szélsőségesebbé váló éghajlatra, ami alkalmazkodást igényel minden szektortól. Már csak néhány év választ el attól a határidőtől, amíg képesek vagyunk 200 fok alatt tartani a globális felmelegedést az ipari forradalom előtti állapothoz képest. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, mintegy 200 országnak kell együttműködni a Földön, ami a legnagyobb közös kihívás az emberiség történetében.